Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a törtek számegyenesen való elhelyezkedéséről tanulunk. Ma az áltörtek ábrázolásáról lesz szó, az egységszakasz felosztásának módszerével. Előző leckéinkben már foglalkoztunk a valódi törtek ábrázolásával, úgy az osztószakasz segítségével, mint az egységszakasz felosztásának módszerével. Az áltörtek ábrázolásánál felhasználjuk az eddig ismereteinket. Ismerkedjünk meg a szükséges lépésekkel a 11-8-ad ábrázolása közben. Első lépésünkben az adott áltörtet írjuk fel vegyes tört alakban. Idézzük fel, hogy hogyan is alakítottuk át az áltörtet vegyes alakra. Először is a 11-et elosztjuk 8-al, az 1 lesz, a 8 mint nevezőt lemásolom, és a 8-tól a 11-ig a maradék 3. Tehát a 11 nyolcad az valójában 1 egész és 3 nyolcad. Az egész rész meghatározza a tört helyét a számegyenesen. A keresett áltört az egész rész és annak rákövetkezőjek közötti egységszakaszon helyezkedik el. A mi esetünkben az egész rész 1, tehát ez az áltört az egy és a kettő között helyezkedik el. Ezen az egység szakaszon ábrázoljuk a tört részt a már eddig tanult módszer alapján. Abban az esetben, ha pontosan kell meghatározni egy tört helyét a szám egyenesen, akkor ezt szerkesztéssel tesszük. Más esetekben, amikor is az ábrázolás csak egy kiegészítő része a feladatnak, elegendő lesz csak a megközelítő felhasználás is. Alkalmazzuk majd a felezési módszert. Mivel a nevezőnk 8, ezért annak a fele 4, tehát az 1 és a 2 közötti egységszakasznak a fele itt lesz a 4-8-ad. Meg kell határoznunk, hogy a számláló, jelen esetben 3, kisebb vagy nagyobb, mint a fele, vagyis a 4. Mivel a 3 kisebb, mint a 4, tehát a 3-8-ad kisebb, mint a 4-8-ad, így azt jelenti, hogy a keresett tört a felétől balra helyezkedik el, mivel nem sok különbség van a 3 és a 4 között, így nem sokkal a felétől balra találhatjuk a 3 nyolcadot, vagyis az egész részt is figyelembe véve, itt található az 1 egész és Ne felejtsük el, hogy az 1,3 egész ugyanaz, mint a 11 nyolcad. Miután megismerkedtünk az ábrázolás módszerével, nézzünk néhány gyakorló feladatot. Folytatásban ábrázoljuk a számegyenesen a 29 harmad törtet. Látottuk, hogy első lépésként át kell alakítanunk vegyes tört alakra. A 29-et választom 3-mal, az 9, mert 9 x 3 az 27, a maradék az 2. A nevezőt csak lemásolom, tehát a 29 harmad vegyes tört alakban 9 és 2 harmad. Vegyük fel a számegyenest, már láthatjuk, hogy az egész rész, tehát a 9, meghatározza, hogy melyik két szám között helyezkedik el az aktuális áltört. Ez lesz a 9 és a 10 közötti egységszakasz. A kapott részt fel kell osztanunk három részre, hiszen harmadokról van szó, és ebből kettőt kell, hogy vegyünk, tehát veszük az első, második, íme itt található a 9 egész és harmad. Konkrét esetünkben nem volt szükség a felezési módszerre, hiszen a hármas nevező az nem olyan nagy. De ha szerettük volna felezéssel megoldani, a háromnak a fele az másfél, nekünk kettő van, tehát a számláló kettő, innen is láthatjuk, hogy a felétől picivel jobbra helyezkedik el a keresett tört. Használjuk ki ezt a számegyenest, és ugyanezen a számegyenesen ábrázoljuk a 41 tizet törtet. Első lépésként alakítsuk át vegyes törté, 41-ben a 10 meg van négyszer a maradék 1, tehát a tört rész az 1 tized. Innen rögtön lehet látni, hogy a keresett tört a 4 és az 5 között helyezkedik el. Keressük meg a felét, 10-nek a fele az 5, tehát itt található a 4,5 tized, mivel nekünk csak 1 tizedünk van, ami jóval kisebb, mint a fele, sőt, nagyon közel van a 4 egészhez, ezért a 4 egészhez nagyon közel, itt található a 4,1 tized. Haladjunk tovább, ábrázoljuk a következő áltörtet a szám egyenesen. 109 per 5. Első lépésben alakítsuk át vegyes tört alakra. 109-ben az 5 megvan 21-szer. Számolhatom úgy is, hogy 100-ban az 5 megvan 20-szor, meg még 9-ben az 5 megvan 1-szer, tehát az 21 egész. 21-szer 5 az 105, tehát innen a maradék 4, tehát a tört rész 4 ötöd. Amikor a 21,45-öt kell ábrázolni a szám természetesen nem fogjuk nullától egészen 21-ig megjeleníteni a számokat. Ilyenkor érdemes megjeleníteni csak az 1-est, a pont-pont-pont utal arra, hogy itt következnek a következő számok, és csak azokat a számokat elegendő fölírni, amelyek között helyezkedik el a keresett áltört. Vagyis itt lesz a 21 és a 22. A 21 és a 22 közötti részt öt részre kellene felosztani, vagy hogyha indulunk a felezési módszerrel, ez lesz a kettő és fél, nekünk a számláló 4, ami több, mint a kettő és fél, ami azt jelenti, hogy a felétől jobbra helyezkedik el, sőt, közelebb lesz a 22-höz, tehát íme itt található a 2145 Alkalmazzuk a tanult módszert arra, hogy ugyanazon a számegyenesen két vagy akár több törtet is ábrázoljunk. Nézzük, Ábrázoljuk a számegyenesen, mi pedig ugyanazon a számegyenesen a 7 negyedet és a 9 kettedet. Alakítsuk át őket vegyes tört alakra. A 7 negyedet úgy alakítom, hogy 7 osztva 4-jel az 1, mert 1 x 4 az 4, a maradék 3, tehát a tört rész az 3 negyed. A 9 ketted esetében, ha 9-et elosztom 2-vel, az 4 lesz, 4x2 az 8, a maradék 1, tehát a tölt rész 1-2. Mivel az egész részek különböznek, ezért nincs szükség arra, hogy közös nevezőt keressünk, nyugodtan tudjuk ábrázolni a számegyenesen, hiszen két különböző egység szakaszon helyezkednek el. Vegyük föl tehát a számegyenest, és induljunk az első törtel, tehát és h3 negyed. Az egész rész az 1, annak a rákövetkezője 2, tehát az 1,3 negyed az 1 és a 2 között helyezkedik el. Négy részre kell, hogy felosszam, veszem a felét, a felétől ami ugye 2 negyed, mi törtünk az több, tehát a 3 az több, mint a fele, ami azt jelenti, hogy a felétől jobbra keresem a 3 negyedet, itt lesz tehát az 1,3 negyed. A 4,1-ed esetében könnyű dolgunk lesz, hiszen az 1 ed az pontosan a fele a 4 és az 5 közötti résznek, tehát itt nem kell sem a felétől balra, sem a felétől jobbra haladni, pontosan a felénél lesz a 4, és ed Befejezésként nézzünk még egy hasonló feladatot, ugyanúgy egy egyenesen ábrázolnunk kell a 8 harmadot és a 11 negyedet alakítsuk át vegyes törté őket. 8 harmad, 8 osztva 3-mal az 2, 2 x 3 az 6, a maradék 2, tehát a tört rész 2 harmad. A 11 negyedet úgy alakítom át vegyes törté, hogy a 11-et elosztom 4-jel, az úgy szintén 2, 2 x 4 az 8, 11-ig a maradék 3, tehát a tört rész 3 negyed. Figyeljük meg, hogy mindkét tört esetében az egész rész kettő. Éppen ezért, ha szeretnénk őket ugyanazon a számegyenesen ábrázolni, nem hagyhatjuk ilyen formában, hogy különbözők legyenek a nevezők, meg kell keresni nekik a közös nevezőt. Éppen ezért keressük első lépésként a legkisebb közös többszörösét a háromnak és a négynek. Ezt megtetjük több módszerrel is, induljunk azzal, hogy a legnagyobb szám, tehát a nagyobb szám a kettő közül a 4, a négy nem osztható 3-mal, ezért veszem a négynek a kétszeresét, az 8, az sem osztható 3-mal, veszem a négynek a háromszorosát, az 12, az már osztható 3-mal. Ha abból indulunk ki, hogy a 3 és a 4 az relatív primszám, akkor a legkisebb közös többszörösük tudjuk, hogy a kettő szám két számnak a szorzata, vagyis a 12. Bővítsük tehát ezeket a törteket, csak a tölt részről van szó, tehát az egész rész azt nem bántjuk, tehát csak a tölt részeket, úgy, hogy a nevező 12 legyen mind a két tört esetében. 2 harmadot bővítenem kell 4 ugyanis 3 x 4 az 12, így akkor a számlálót is bővítem 4-gyel, 2 x 4 az 8. A 3 negyed esetében 3-mal bővítek, hiszen 4 x 3 az 12, a számlálót is, ha szorzom hárommal, 3 x három, az 9. A számegyenesen tehát a 2 és annak rákövetkezője, vagyis a 3 közötti részben keressük meg a 8 tizenkettedet és a 9 tizenkettedet. Először is vegyük fel a felét. 12 részre kell felosztani, annak a fele 6. A 6 től mindkét tört nagyobb a 8-12 is, és a 9-12 is, tehát mind a két szám a felétől jobbra helyezkedik el. Indulunk nagyság szerint, először is el ábrázoljuk a 8 12 tehát a felétől picivel jobbra, itt lesz a 8 12 ami valójában a 2 harmad, illetve az egész részt is figyelembe véve 2,2 harmad. Tőle jobbra, de még a háromtól vissza balra helyezkedik el a másik törtünk, 9 ami ugye 3 negyed, illetve a teljes áltörtet figyelembe véve, vegyes tört alakban 2 egész és 3 negyed. Láthattuk, hogy abban az esetben, ha két vagy több törtet ugyanazon a számegyenesen szeretnénk ábrázolni, és az egész rész megegyezik, ami azt jelenti, hogy ugyanazon az egység szakaszon helyezkednek el, közös nevezőre hozzuk őket, hiszen ez alapján tudjuk meghatározni a sorrendet, hogy melyik szám található balra, illetve melyik szám található jobbra. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!